reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, önök a Heti TV-t, és a Pirkadat című reggeli politikai magazin műsorunkat látják. M. Kende Péter vagyok, az első vendégemet köszöntöm már is, Gyarmat István nagykövetet, biztonságpolitikai szakértőt, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gyorsan túlesünk a kötelező gyakorlaton, mert azért tudni kell, hogy milyen nap van, meg hogy tulajdonképpen mi is vár ma ránk. Szóval, a Luaka zsinagógai naptár szerint 5781-et írunk, és Sziván Havának tizedik napja van. 2021. május 21-e péntek van a Gergely naptár szerint, és ha jól vettem észre, Konstantinok ünneplik a névnapjukat. A mai önkényesen kiválasztott születésnaposunk 119 évvel ezelőtt született Breuer Marcel építész tervező, a Bauhaus egyik legnagyobb alakja, záróles megjegyzés, nem rokona a Heti TV főszerkesztőjének. Ami az időjárást illeti, akár 24 fokra is fölmehet ma a hőmérőnek a higanyszála, és úgy tűnik, egy ideig elköszönhetünk az esőtől, ami viszont nagyon jó. Ami a középárfolyamokat illeti, 349.76, áll az euró jelenleg, és 404.84-en áll az angol font a Magyar Nemzeti Bank információi alapján. És akkor fegyverszünet. Legalábbis ugye ezt... Mielőtt fegyverszünetet kötünk, megengedett, hogy kiegészítsem a beköszöntődet. Természetesen. Van a honvédelem napja, és szerintem... Igen, így igaz. Ma van a honvédelem napja, és ez... honvédelemben bármilyen minőségben is résztvevő lányokat és fiúkat. Igen, kell köszönteni, mert ez egy fontos dolog. És akkor honvédelem, és akkor fegyverszünet. Gyorsan egy ilyen ravasz átkötéssel éljek. Egy ilyen fegyverszünet általában mennyire megalapozott a szónak abban az értelmében, hogy mennyire tudja ezt mind a két fél, akik ezt a fegyverszünetet kötik, komolyan venni? Komolyan tudná venni. Hát komolyan is veszik egy darabig. Ugye Izrael általában beszokta tartani ezeket a fegyverszüneteket, egészen addig, amíg a másik fél is betartja. Ugye én egy rossz indulatú gyanakúanak vagyok, és azért azt gondolom, hogy a Hamas azért kötött most fegyverszünetet, vagy az is egy nagyon erős ösztönzés volt, hogy elkezdtek elfogyni a rakétái. Mm-hmm. Most, hogyha a fegyverszünet ez arra szolgál csak a Hamasznak, hogy újból összetánkoljon, meg beszerezze a rakétákat, és utána az egész újra kezdődjön, ugye akkor ez a fegyverszünet tulajdonképpen kártékony is lehet hosszabb távon a megítélésre. De hát a legyőzvén a rossz indulatomat, hogy reménykedjünk abban, hogy egyszer azért csak vége szakad ennek a véget nem érő történetnek, és hát sikerül esetleg valami megoldást találni, bár elég nehéz elgondolkozni azon, vagy elgondolkozni könnyű csak kitalálni, hogy mi lenne az a megoldás, ami elfogadható, mert ugye itt nem az a probléma, hogy izraeli-palesztin ellentétekről van szó, amit meg lehetne oldani, hanem az izraeli-palesztin valóságos ellentéteken túlmenően is arra ráülve sokkal komolyabban, ugye itt egy terrorizmusról van szó, és a terroristákat nagyon nehéz megállítani. Nekem az volt a furcsaság, ugye, illetve nem tudom, hogy ez mennyire furcsaság, hogy azt már tegnap bejelentették, hogy fegyverszünetet fognak kötni. A fegyverszünet, az, ha jól emlékszem, magyar idő szerint hajnali 2-kor lépett életbe, és akkor még az éjszaka folyamán, a hajnali kettő előtti időpontig azért, mert igencsak megszórták Izraelt. Ez egy abszolút jellemző dolog, ugyanígy ebben a hadviselésben, hogy akkor még előtte egy kicsit megmutatjuk, hogy azért vagyunk valakik? Ez sajnos jellemző, ez nem olyan, hogy még soha nem fordult elő, általában ugye még ami van, akkor azt kilőjük, megmutatjuk, hogy mi van. Meg egyébként is ugye a Hamas azért nem egy hadsereg, tehát amíg mindenkihez elér az a parancs, úgymond, hogy hagyják abban a lövöldözést, meg van, aki nem is a biztos, hogy betartja, mert azt gondolja, hogy neki és nem, ez még jó lenne, hogyha lőhetne egyet-kettőt. Úgyhogy ezt meg kell szervezni ugye a tűzszünetnek a betartása. Ha két
órától sikerült, akkor azért az már egy hegyeremény. Azt látjuk, hogy Egyiptom a tulajdonképpen azért a megfigyelője ennek a tűzszünetnek, hogy aztán ez Egyiptomnak milyen hatása van arra, hogy a Hamas mennyire tartja ezt be, azt meg hát különösen arra, hogy jutnak, hogy milyen rakéták jutnak be, mert ugye az a nagy kérdés, hogy honnan van ennek a kis területnek, amely körül van zárva, elvileg hermetikusan honnan keletkeznek mégis álló a rakétái. Most jó, hogy mondtad Egyiptomot, mert ugye itt nem csak Egyiptom, hanem az Egyesült Államok is fellépett erősen a tűzszünet mellett. Amennyiben ezt a tűzszünetet megszegik, ez nekik mennyire számít kudarcnak? A közeljövőben megszegik a tűzszünetet. Ugye az a probléma, hogy ez egy jelenleg még megoldhatatlannak tűnő probléma. Ugye amit el lehet érni, az előbb elmondott körülmények miatt is, ugye az, hogy tűzszünetet kötnek, és valamennyi ideig ez a tűzszünet tart is. De hát ugye mindig azt kérdezem, mikor azt kérdezik, hogy miért nem csinál többet az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia, Európai Unió, hogy mit lehet csinálni. Tehát ugye itt, ha valaki tud valamit csinálni, akkor az Izrael, amit a többiek tudnak csinálni, az, hogy támogatják Izraelt a megoldásnak a megtalálásában, de hát nem, ugye az igazi megoldás az kétféle lehet, ugye vagy egy politikai megoldást találnak, ezt eddig még nem sikerült megtalálni, és hát a Hamas terrorista szervezete, vagy a Hezbollah valakit Irán azért bújtogat meg, támogat, nagyon nehéz. Másik meg az, hogy visszacsatolja a gázai övezetet Izrael, de hát ez egy nagyon nehéz hadművelet, nagyon sok veszteséggel, terrorizmus azért maradna. De rögtön elítélnék Izraelt, hogy milyen csúnya dolgokat csinál, hogy elfoglalja azt a területet, ami egyébként az övé. De hát tudjuk, a hozzáállás az nem pontosan ilyen, úgyhogy hát nagyon nehéz valamit itt elérni. Ugye nekem van egy ötletem, de én ezt el szoktuk itt mondani, hát hallgatják. Igen, nagyon reméljük, hogy az Egyesült Államokban most éppen figyeli Biden elnök körömrágva, hogy mit mondja majd István, igen. Azt gondolom, hogy itt egyedül az lenne esetleg egy megoldás, hogyha Izrael arab úgymond barátai pacifikálnák a gázai övezetet. Tehát mondjuk egy szaudarábiai, jordán, egyiptomi békefenntartó idézőjelbe haderő vonulna be, és nem izraeli. Ugye ez sok szempontból praktikus megoldás lenne, nem biztos, hogy enyhén szólva, hogy fölvállalná ezek az országok, hogy ezt megteszik, de én azt gondolom, hogy ennek a hatékonysága is, meg a visszhangja is sokkal nagyobb lenne, mint hogyha mondjuk Izrael visszafoglalna. Jó, hát persze ez többek között az is kell, hogy Szaúd-Arábia élén váltás legyen, és akkor ez előfordul. De visszatérve arra, amit az előbb mondtál, én, ha jól emlékszem, bő egy hete olvastam az egyik portálon, amelyikről el lehet azt mondani, hogy nem nagy barátja a jelenlegi amerikai vezetésnek, hogy hát valami hadgyakorlat előkészítése zajlott Izrael és az Egyesült Államok között, vagy valami hasonló, és a konfliktus előtt, és ezért a konfliktus kirobbanásakor az Amerikai Egyesült Államok az ott levő katonákat, akik ezt előkészítették, villámgyorsan kivonta. És akkor nagy felháborodás volt ezen a portálon, hogy ezek milyenek, még ki is vonják a katonákat. És akkor úgy fölmerült bennem, hogy megkérdeztem, hogy gyerekek, ti tényleg azt gondoljátok, hogy akkor az Egyesült Államoknak egy ilyen konfliktusba be kell avatkozni katonákkal? De nem tettem föl, mert nyilvánvaló, hogy ők azért jegyezték ezt meg, mert ennek politikai hátszele volt ezeknek a mondatoknak. A 120 katonáról van szó, igen, tehát az valószínűleg nem lett volna elég arra, hogy felszabadítsák Gázát. Ha csak nem mindegyik maga a G.I. Joe. akkor is nehézkes lenne. Ugye ezzel szemben viszont majdnem $1 milliárd rakétákat szállít az Egyesült Államok Izraelnek, hogy a vaskuporának legyen elég rakétája ahhoz, hogy az esetleges további támadásokat elhárítsa. Ez nagyon bonyolult helyzet, ugye ez egy közhely,
a közel-keleti helyzet, és bonyolult az amerikai-izraeli kapcsolatrendszer, és mindig is az volt egyébként, Donald Trump úgy csinált, mintha egyszerű lenne, de nem volt akkor sem igazán egyszerű, mert hogy ugye ez a mit lehet csinálni kérdés, ez fölmerült. Tehát az amerikaiaknak óriási haderejük van, meg sok mindent el tudnak érni, de hát pont ezekben a konfliktusokban se az amerikaiak, se mások nem tudnak igazán hatékonyan föllépni, nagyon sok oknál fogva. És egyébként is, ugye, akik állandóan azt mondják, hogy az amerikaiak menjenek oda, azok oda küldenék a saját fiúkat egy ilyen háborúba. Ugye, tehát könnyű azt mondani, hogy menjenek oda az amerikaiak, vagy a németek, vagy nem tudom még kicsoda. Sok-sok hallottal, mivel indokolom ezt meg otthon, meg egyáltalán. Értettem. Zárásként arra is kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz arról a Magyarország által alá nem írt Európai Uniós nyilatkozatról, amiről egyesek azt mondják, hogy ez egy általános nyilatkozat volt, amiben semmi olyan nem volt, ami miatt nem írta alá a magyar kormány, míg a magyar kormány azt mondja, hogy minden idegszálával, minden alkalommal ki kell állni Izrael mellett. Ebben speciál igaza van a magyar kormánynak szerintem. Ugye, amennyire én ismerem ezt a nyilatkozat tervezetet, ugye ez igazából két részre mondható. Ugye van egy része, amelyik kiáll Izrael mellett, tényleg elég határozottan elítéli ezt a terrorizmus. Ugye ez egy jó dolog, csak ehhez hozzáfűz még egy másodikat is, egy második részt is, amelyikben tulajdonképpen egy erősségjelet tesz az agresszornak az áldozat között. És én azt gondolom, hogy ez egyébként a világpolitikában nem csak most, hanem a hosszú idő óta rendkívül ártalmas, kártékony hozzáállás, hogy a vérontás megszüntetése érdekében, ami egyébként egy helyes cél, ugye azt mondjuk, hogy mind a két fél tanúsítson önmérsékletet. Ugye ez most Izrael például hogy tanúsítson önmérsékletet? Világos. Hagyja, hogy rakétázgassanak? Szóval abban az esetben van egy ilyennek értelme, hogyha úgymond hadseregek állnak egymással szembe, és államok állnak egymással szembe, akkor lehet kölcsönös felelősségről beszélni, de még jelen esetben egy állam áll szemben egy terrorszervezettel. Így nem lehet egyenlőségjelet tenni, ugye? Mert az Egyesült Államok 4 darab repülőgépnek a körülbelül 3000 áldozatot követelő terrorista cselekménye után, hát lassan 20 éve háborúkat folytatott, vagy most már remélhetőleg kivonul a Közel-Keleten is, és ugye ezt támogatta az ENSZ is, meg mindenki, mert hogy a terrorizmus ellen föl kell venni a harcot. Ugye Izrael 70 éve folytat háborút, úgymond a terrorizmus ellen, de talán végig kéne gondolni, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, és nem egyenlőségjelet tenni a két fél között. Jó, értettem, akkor nagyon remélem, hogy figyelték a szavaidat, ami szerintem nagyon érdekes lenne, hogy ez valóban megtörténne. Kíváncsian várjuk majd a folytatást, és addig is... Engem is a drága, mi nyugodtan beavasolhatunk jó megoldásokat, aztán valami lesz. Ingyen be van ráadásul, ahogy ezt szokták mondogatni. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad. Szívesen, szép napot. Minden jót.